Milyen volt ez a zalaegerszegi nyitó mérkőzés? Azt tudom elmondani, amit eddig is. Az első fél idő az kiegyenlített játékot hozott, nekünk volt egy 100%-os helyzetünk, sajnos kimaradt. Második fél időben cserére szántam el magam, mert nem igazán működött az a rendszer, amit elképzeltem. A Sztyepanics beállásával stabilizálódott a középpályánk, több nagy helyzetünk volt, sajnos kimaradtak. Úgyhogy ezért nem tudtunk nyerni. De viszont a játékkal a másik fél időben főleg elégedett voltam. Mi a helyzet a most hétvégével? Az új játékosok lehetőséget kapnak-e majd? Hát meglátjuk. Tehát ha olyan szintre értek mentálisan és fizikálisan, akkor igen, ha még nem, akkor nem. Hát az első fél idő azért jobban nyomott az a Zalaegerszeg, mint mi. Sajnos, de attól függetlenül megvolt a helyzetünk. Ha azt berúgjuk, akkor szerintem semmi problémánk nem lett volna. A második félben mi egyértelműen mi domináltunk, több helyzetünk volt, mint az Zalaegerszegnek, csak sajnos az a helyzet, amit a Reggie is kihagyott, tehát ha berúgjuk, akkor 3 pont, boldogság van, így majd azért egy kicsit kesered, kicsit nem vagyunk túl jó hangulatban ezért. Hétvégén most a Fadi érkezik, azt hiszem, hogy mindent elmond? Hát az biztos, azt várjuk, hogy teltház legyen, egy jó meccset játszunk, és mindenképpen azért már meg szeretnénk ezt a 3 pontot szerezni. Mennyire tüzel téged az, hogy a Fadi érkezik? Hát mindig tüzel, ugye most a Fradi ellen van egy jó sorozatok, ezt nem szeretnénk abba hagyni. Másrészt a Fradi mérkőzés, tehát a Fradi jön, az mindig ünnep nekünk. Reméljük, ez így is lesz a mérkőzés előtt és utána is. Nagyon kell majd a gól menni, fog Bajzi nélkül is? Hát nagyon remélem, most már valakinek el kell találni a kaput, sőt úgy, hogy hálót érje.